Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Kettő alaptrükköt, tippet fogok megosztani az Openbox-szal kapcsolatban. Érdemes mindenképp a régi videókat is megnézni, hiszen hivatkozok beállító fájlokra, hivatkozok olyan dolgokra, amik már elhangzottak, és azokat ismertnek és tudottnak, kipróbálnak vélem. Az első tipp, amit ma megosztanék veletek, az, hogy ezen a képen kinek mi nem tetszik. Itt van a Tint 2-es panel, beállítottuk. Beállítottam átlátszó háttérrel, és mégis ott van egy keret. Első körben természetesen megnéztem a Tint 2-es beállítást, volt róla szó, tehát nem egy nagy dolog, szépen grafikus felülettel, vagy a konfigurációs fájlok szerkesztésével be tudod állítani. Ott keret beállítás nincs. Itt van a Konki nevű eszköz, mindenki ismeri, mindenfélét ki lehet iratni. Ahogy látjátok, én ezt a pár adatot, főleg az óra, percet szeretem kiiratni, hogy jól lássam. Ott is végignéztem a beállítást, illetve úgy állítottam be, hogy átlátszó háttér legyen, és keret nulla. Keret nulla. Hát bizony itt megint van keret. Mi az, ami itt nekem nem tetszik? Nem kéne keret, meg ide se kéne keret, hanem a háttérbe olvadjon bele az, amit kiír, hiszen nekem úgy tetszik. Ha neked kerettel tetszik, akkor hagyd így. Az első körben természetesen rá kell ébredni arra, hogy itt a beállítás nem a programokhoz kapcsolódik, hanem a kompozitáló eszközhöz, a PIKOM-hoz. Ez a Compton utódja, hogy miért váltottak, mindenki olvasson utána, igazából érdektelen számunkra, már nem Comptont, hanem PIKOM-ot használunk. Ott kell beállítani az árnyékolást. Oké, vélhetően még úgy logikai úton is eljuthatunk oda, hogy bizony, hogyha van egy kompozitáló eszköz, ami az átlátszóságért, meg egyébért is az ilyen árnyékolásért felelős, akkor bizony le lehet tiltani. Valószínű, igaz? Az árnyékolás, de én nem azt szeretném, hogy letiltsa az összes ablaknál, én azt szeretném, hogy a többi ablaknál megmaradjon ez a kis árnyékocska, ez a kis keretecske, hogyha átlátszó a háttere a programnak, csak ennél a kettőnél tűnjön el. Hát bizony, mi ennek a módja? Ennek kétféle módja van. Az első gondolat az, hogy utána kell nézni, hol van a konfigurációs fájl, amit te tudsz szerkeszteni. Sajnos ehhez grafikus beállítási lehetőség nincs. Na hát oké, nincs, akkor keresünk konfigurációs fájlt. Ha utána olvasol, ráébredsz arra, hogy kettő megoldás van. Az egyik megoldás természetesen az, hogy a központilag megadott, az ETC per XDG könyvtárban lévő PIKOM Conf beállító fájlt fogod szerkeszteni. A másik megoldás, hogyha fogod ezt a PIKOM Conf beállító fájlt és átmásolod a saját konfigurációs beállításait közé, jellemzően ez itt van, mindjárt mutatom is, adunk egy Ctrl-H-t, hogy előkerüljön, a konfigok közé be tudod tenni, be tudod másolni, és explicit, azaz konkrétan megadod induláskor a PIKOM-nak, hogy bizony ebbe a könyvtárba keresse azt a fájlt, amit oda bemásoltál. Mivel én a saját gépemen rendszergazda vagyok, és a központi beállítást is tudom szerkeszteni, ezért a PIKOM konfot fogom szerkeszteni, nem másolom át, és nem adom meg induláskor a PIKOM-nak, hogy bizony hol van a beállító fájl. Oké, PIKOM konfot szerkeszteni szeretnénk. Hát bizony, látjátok, hogy ETC per XDG, tehát ez bizony a gyökérből kiinduló dolog, azaz valószínűleg nem fogod tudni szerkeszteni simán, hanem rendszergazdaként szeretnénk szerkeszteni, mert csak úgy tudjuk, hogyan tudjuk ezt megtenni. Mivel ez rendszergazdaként szerkeszthető fájl, én úgy gondolom, hogy nyitunk ki egy rendszergazdai terminált, vagy ablakot, és azon keresztül szerkesztjük. Én most kivételesen nem terminálból, hanem grafikus megoldással fogom megmutatni. A Space FM általam nagyon kedvelt kis eszközöcskében van egy olyan lehetőség, hogy fájl és rendszergazdai ablak nyitása, ahol vagyunk, nyitunk egy rendszergazdai ablakot, természetesen megadjuk a jelszót, és ha nem ütötted el, kapsz egy ilyen ablakocskát, egy piros kerettel, azaz felhívja a figyelmedet, hogy te bizony most emelt joggal léptél be. Odalapozgatsz a PIKOM konfra, rákattintasz, és az alapértelmezett programmal meg tudod nyitani. Ha nem az az alapértelmezett program, amit te szeretnél használni,
és a konfigurációs fájlokat mindig ezzel szeretnéd szerkeszteni. Kis kitérő, jobb egérgomb, és van olyan, hogy megnyitás, és van olyan, hogy erre rákattintasz, és felsorolja, mivel lehet megnyitni, vagy az összes applikációt felsorolja, én ezzel szeretném, és erre rákattint, és beállítja alap megnyitó eszköznek. Azaz, megnyitottuk ezt az eszközt, természetesen rendszergazdaként rákattintunk, és meg van nyitva. Mit kell itt keresni? Első körben itt elég sok kikommentelt sor van, érdemes beleolvasgatni, hogy mit tesz, mit lehet itt állítani, illetve leírásokat megnézegetni. Oké, nem fogok most tovább beszélni, megkeressük ezt a sort. Ahogy itt a leírás is, meg az egyéb forrásokból is tudjuk, már a készítő is rájött arra, hogy vannak olyan ablakok, amihez nem kéne árnyékot passzírozni. Ő bizony beállított egy-kettő olyasmit, amihez alapból nem tesz árnyékot. Oppá! Rögtön mindenki látja, hogy a konki ide van írva, és nekünk van árnyékunk. Miért? Mert valószínű nála bizony ez nagy C-vel indult, nálunk bizony kis C-vel indult. És odaírjuk, hogy kis C-vel konki, és lementjük, Ctrl-S-tel lementjük. A következő, mi az, amit szeretnénk beállítani? Miután rájöttünk arra, hogy a konkinál nincs nagy gubanc, csak kis C-vel kell írni, a következő a tint 2-esnek a megadása. Látható, hogy van ilyen, van csillagos, meg van class G-s beállítási lehetőség, illetve még, hogy keveredés is legyen, még egy ilyen kérdőjeles beállítási lehetőség is van. Ezt tapasztalati úton már kiderítettem, hogy a tint 2-est ilyen megadással kell megadni. Ha véletlenül megadod ebbe a sorba, tehát ezzel a megadással, hogy van egy kis csillagocska, és nem működik, akkor tovább lépsz és megadod máshol. Ki kell tapasztalni. Lényeg, csinálunk egy másolatot, ebből a sorból beillesszük, egy kicsit formázzuk, már ne úgy nézzen ki, mint egyéb, és ide beírjuk, szépen kitöröljük, odafigyelve, hogy a két kis idézőjel megmaradjon, hogy tint és kettő. És mit csinálunk? Lementjük. Azaz megadtuk ezt a két eszköznek a nevét, hogy bizony ő ne kapjon árnyékot. Ezekbe a beállításokba tudod megtenni, utána azonnal becsukod a rendszergazdai ablakot, rendszergazdai terminált, és mit csinálunk? Első körben én úgy gondoltam, és hát a folyamatot megismerjétek, újraindítottam a Openbox-omat, a konfigurációs fájlokat olvasva be, hát az nem nyert. Mit kell ilyenkor csinálni? Kilépsz, visszalépsz, ennyi lesz a megoldás. Azaz, kilépünk, hogyan lépünk ki, hiszen már ezt ismerjük, jobb egérgombhoz beállítottuk a kilépést, és az exitre fogunk kattintani. Miután újra kellett indítani a gépet, bocsánat, a munkamenetet, tehát csak kilépés, belépés, nem kell a gépet újraindítani, bizony, mit látunk? A keret, az az árnyék eltűnt, és innéd is eltűnt az árnyék. Nagyon jó, ezt akartok elérni? Igen. Mit kellett tenni? Kézzel szerkesztettünk egy fájlt, rendszergazdaként, azaz triplán odafigyelve, és el is értük. Mi volt ennek az előzménye? Utána kellett egy kicsit olvasgatni. Azaz a PIC-om, bár nincs hozzá grafikus beállítási lehetőség, egész jól dokumentált, hiszen láttátok, hogy rengeteg kikommentelted, igazából magyarázó részt is kapsz vele, magába a konfigurációs fájlba, meg az interneten, hát nem olyan sok, de található leírás. Azaz, az árnyékot ennél a két ablaknál eltüntettük. A mai második részben pedig arról fogok beszélni, hogyan tudod bepontosítani azt a pozíciót, ahol egy ablak megnyíljon. Azaz már beszéltünk arról, hogy különböző indítási módszerekkel el tudsz indítani egy programot nyilvánvalóan, akár a tint 2-es panelban, akár gyors billentyűvel, vagy akárhogy start menüvel el tudod indítani a programot. Annak a megnyílását az OBConf-ban egy picit be tudod állítani, hogy egyes vagy kettes monitoron nyíljon meg. Ha ezt megcsináltad, illetve több monitorod van, ráébredhettél arra, hogy ez nem mindig úgy működik, ahogy éppen elgondoltuk, nem éppen annyira pontos megoldás, mint amennyire nekem kellene.
Én mit szeretnék? Ha elindítok egy programot, adhassam meg neki, hogy melyik monitoron, melyik asztali felületen, illetve hát melyik asztalon, az egyesen, a kettesen vagy a hármason legyen szíves megjelenni, így bizony érdemes ezt egy kicsit bepontosítani, és erre az OpenBox lehetőséget ad. Első körben természetesen mi az első lépés? Mivel az RCXML-t fogjuk szerkeszteni, készítünk róla villámgyorsan egy mentést. És utána ezt a mentést megtartjuk, hogyha valamit eltoltunk, akkor vissza tudjuk állítani. Illetve ezt a mentésről csinálunk egy másolatot, egy másik néven lementetet, hogy egy kis sugót is kapjunk a beállításokhoz. Azaz, mi a mai célunk? Hogy ott nyíljon meg a program, ahol én akarom, és úgy, ahogy én akarom. Erre van lehetőség. Azaz megnyitjuk az XML-t, és szerkeszteni fogjuk. Mi az első lépés? Az RCXML-ben ilyesmit fogunk létrehozni, ez a legvégén van. Látható a szerkezete, ugyanolyan egyszerű, mint az előzőeké, de oda kell rá figyelni, hogy nehogy valamit nagyon elírogass, mert nem indul majd utána a rendszer. Na jó, menjünk vissza az originál, az eredetihez, amiben nem piszkáltam bele. Lapozz le a legvégére, és keresd meg ezt a részt. Ezt a részt, ami úgy kezdődik, hogy applikácións. Az előtte lévő egész akármi irományt, ezt a 725 sort töröld ki, majd menj le a maradékot. Ettől eltérő néven nekem a beállítás XML lett a neve. Azért szeretem XML-be lementeni, hiszen ez gyárilag XML fájl, mert utána szépen fog kinézni. Azaz, csinálj róla egy olyan mentést, egy részmentést, amiben a sugó rész bent lesz. Azaz, könnyen el tudunk igazodni rajta. A beállítás XML-t pedig annyit kell tenni, hogy az elején itt is, és itt is a végén vannak ilyen kis nyilacskák és vonalak, azokat töröld ki. Tehát a komment részből kiveszed ezt az egészet. Így egy ilyen szép, átlátható fájlt fogsz kapni. Miért? Hát nézzük is meg, hogy milyen volt az előző. A legutóbbi fájl, ami nekem az originál volt a végén, mit láttunk? Nem megyek a végére, inkább itt lehúzom, lejöttünk a végre. Mit láttunk? Egy piros egyveleget. Mi az utolsó részt lementettük, és ahogy mondtuk, ezt a nyilacska kacsacsőr felkiáltójel vonal-vonalt, illetve itt a vonal-vonal kacsacsőrt szépen eltüntettük, és rögtön beszíneződött az egész, hiszen már nem komment lett egy egyveleg, hanem egy értelmezhető fájl. Ebbe minden olyan információt meg fogsz találni angolul, amilyen beállítási lehetőségeid vannak. Mit tudsz beállítani a megnyíló ablaknál? Nézzük is végig, legyen dekoráció. Azaz ezek a kütyük, amiket tudjátok, már az OpenBox beállításánál kiválasztottuk, hogy becsók, fölgörget, árnyékol, ahogy itt mondják, az megjelenjene. Hát bizony, nekem az az elgondolásom, hogy a legtöbb, azaz az összes fájlnál jelenjen meg, és ezt be fogom állítani. Árnyékolás. Legyen-e az adott programnak, annak az egynek, amit meghatározok, árnyékolása, vagy ne legyen neki árnyékolása? Egyértelmű, magad döntöd el. Én ezt az értéket nem szoktam beállítani. A pozíció hol nyíljon meg? Középet, vagy melyik méretbe, vagy a középet, és milyen dimenzióba? Ezt ki kell kísérletezni, hiszen a felbontástól függően, bizony, ha azt mondod, hogy a monitor 50-50 pixeljénél nyíljon meg, akkor valahol itt meg fog nyillani. Ha neked esetleg nagyobb monitorod van, egy kicsit odébb, de 50-50 pixel távolságban nyílik meg, vagy középen nyíljon meg. Ezzel beállítod, hogy pontosan a monitorodon hol nyíljon meg az az adott program, amikor te elindítod. Hát azt is meg tudod mondani, hogy melyik monitoron. Ez nekem nagyon kényelmes, hiszen 2-3 monitort szoktam használni, és ha megmondom egy programnak, ami mondjuk, hogy háttérbe fusson, mármint úgy háttérbe, hogy igazából nem akarom látni, átmegy a második vagy harmadik monitorra, és ott fog megnyilani. Nagyon kényelmes, és nem kell nekem kézzel odébb tenni. Tehát meg tudod adni a pozíciókat is, hogy hol legyen
pontosan a megnyíló program, azaz pontosan szépen beállítod, a méretet is meg tudod adni, akár százalékosan, akár pedig pixeles távolságba, és igazából nagyon kényelmes, azaz nem biztos, hogy neked az a célod, hogy az egész monitoron legyen az a program, meg tudod adni, hogy ekkora meg akkora méretű legyen. Nagyon kényelmesen be tudod állítani, kapjon-e fókuszt vagy nem, tehát az legyen az aktív program, amivel te dolgozni akarsz vagy nem, nagyon kényelmes általában megnyíló programhoz, hiszen hozzárendeltük az OBConf-ba azt, hogy ő kapjon fókusz, de esetlegesen előfordulhat az, hogy te egy programot el akarsz indítani, amivel majd később fogsz dolgozni, és nem szeretnéd, hogyha a fókuszt az megkapja. Itt be tudod állítani nála azt, hogy no, meg tudod adni a desktop egy desktopnál, hogy az egyes asztalon nyíljon meg, ne a kettesen, vagy a hármason, igaz? Meg tudod adni, nekem 1, 2, 3 van, hogyha egy van, nyilvánvalóan hiába állítod be az ötöst, ne próbáld meg, akkor az nem, ott, nem fog neked asztalt csinálni, de hogyha van 2, 3, 4, akkor be tudod állítani, hogy melyikon nyíljon meg. Én nem akarom esetleg látni az adott programot, mert induláskor ő mondjuk 3 percet molyolog azzal, hogy ő elindul, meg betölti azokat a dolgokat, felismeri egyéb, akkor bizony menjen szépen el a harmadik asztalomra, és utána, amit ha kell, ide kattintok, és elő fog ugrani, és tudom már használni. Meg tudod adni, hogy elől, hátul, illetve milyen sorrendben legyen a rétegekben elől, normál vagy hátul, mögötte, inkább így mondom, melyik rétegen legyen, nagyon kényelmes, háttérben is tudod a programok ablaka mögé vagy elé elhelyezni az adott programot, ahogy neked kell. Nyilvánvalóan egy háttérben, igazából inkább így mondom, nem azonnal használandó programot át tudsz tenni ezekkel a beállításokkal a második monitorodra, a harmadik asztalra, mert több paramétert is meg tudsz egyszerre adni, és az összes ablak mögé is el tudod helyezni, hiszen nem azt akarod látni. Be tudod állítani, hogy ikonállapotba induljon, vagy ne ikonállapotba induljon. Ez például olyan, amikor a Joplin-t, tehát azt a kis internetmentő programocskát, amit már bemutattam, az bizony, én azt szeretem, hogyha a harmadik asztalon fog elindulni, ami mondjuk, hogy háttérben ritkábban nézegetem egy ikonállapotban. A torrent kliensem az is induljon el valahol a háttérben ikonállapotban, egy egész képernyőt foglaljon el, és nekem kelljen bezárni, amikor az autostartból elindul. Nagyon professzionálisan meg lehet adni. Következő a taskbarba megjelenjen, a pager, tehát a lapozgatóba megjelenjen, igen, nem, egész képernyőt foglaljon el, vagy oppán éppen ne azt foglalja el, maximális, vagy éppen minimális értékekkel méretben induljon el, horizontálisan, vagy vertikálisan nagyítsa ki maximumra azt az adott programot, és ennyit tud. Azaz meg tudod adni melyik monitoron, melyik asztalon, milyen méretben, és hogyan jelenjen meg az adott program. Ez alapesetben nem tűnik olyan hűde nagyon soknak és olyan érdekesnek, de hogyha ráérzel arra, hogy ott jelenik meg a program, ahol neked kell, nem össze-vissza, tehát elindítasz egy programot, és az mindig az orrod előtt indul el, mert nem biztos, hogy azzal akarsz dolgozni, akkor be tudod helyezni, oda, ahova kell, asztalra, monitorra, és méret szerint is szépen el tudod rendezgetni. Arra nagyon figyelj, hogy itt azért elég kemény szabályszerűségeket kell követni. Azaz, én azt javaslom mindenkinek, hogy valami ilyesmi szabványt szedjen össze magának. Az előbb láttuk, hogy az egész blokk az eredetinek a legvégén van, lelapozol a legvégére, eddig a szóig, és eddig a szóig kitörlöd az eredetit, amit mi a beállításba kimentettünk, és egy kicsit átvariáltuk, hogy azért színes legyen, meg szépen nézzen ki, és közte elkészítesz egy sablont, ami nekünk nagyon jó kis minta sablonunk, az, hogy így kezdődik a komment, és így van a vége a kommentnek, biztos, ami biztos, és mindegyik, és itt hiányzik egy D betű és pótolom, mindegyik legyen olyan, hogy egy kommenttel kezdődik,
akkor az applikáció, a name, tehát a név is egyenlőség, és utána jönnek a paraméterek, azok a minősítő dolgok, amiket innét pontosan ki tudsz másolni, hiszen az ilyen, hogy monitor egy, monitor ő, és akkor azt kimásol, akkor nem tudsz elkövetni semmi hibát, összeállítod magadnak ezt a kis beállítást, annyit, amennyi neked kell, az összes olyan paraméter, amit te vélhetően a későbbiekben használsz, és akkor a végén lezárod. Tehát lesz egy komment, meg lesz egy munkafájlod, és ehhez, meg ehhez nem nyúlsz. És csak ezeket ismételgeted, illetve másolgatod. Nézzük is meg, hogy mi az első beállításom, ami mindenképp érdemes megtenni, nehogy valamivel felülírasd ezt a beállítást, és hogyha ez nincs bent, nekem a dekoráció, azaz ezek az izékék eltűnnek. Ez egy csillaggal jelzett, tehát minden programra érvényes beállítás, ami azt jelenti, hogy minden programra bizony érvényes lesz a dekoráció, azaz a dekoráció, yes, igen, legyen meg, és a bejegyzést zárjuk ezzel a per applikáción bejegyzéssel, írománnyal, tehát eleje és vége megvan, akkor jöhet a következő. Az XFCE terminál milyen parancsot adta, aminek a neve XFCE 4 terminál, erre nagyon figyelj, kisbetű, nagybetű, elütés, erre pontosan figyelni kell, mert különben szegényem nem fogja megtalálni, vagy nem fogja tudni értelmezni, az bizony maximális mérettel induljon. Azaz, hogyha én elindítom a terminálomat, az maximális mérettel fog indulni. Azaz, be tudod állítani, de azt is be tudtam volna állítani, hogy a hármas asztalon jelenjen meg, azaz csak itt jelenjen meg a hármas asztalon, és bizony, nagyon-nagyon szépen úgy elindítom, de nem látom az egyes asztalon, csak a hármason, és amikor kell, oda tudok lépni. Készítek a későbbiek folyamán többet, és csak éppen félúton vagyok, és most szedegetem össze, hogy mit, hogy és hogyan kéne, és nézzük is meg a következő bejegyzést, az Easy Taget. Ez egy ID3 text szerkesztő program, már volt róla szó, hogy a hangos könyveket, zenéket, tegekkel hogyan tudod ellátni, ezzel a fájnévből generálja le a bejegyzéseket az MP3-asnak. Nagyon profi, érdemes megnézni, rákeresni és kipróbálni ezt a kis eszközt, ha ilyenre van szükséged, mit mondtunk meg neki? Hát bizony, ő a 3-as desktopon, azaz a 3-as asztalon legyen szíves már megjelenni, és hogyha lehet, egész mérettel. Indítsuk is el ezt a kis programot, méghozzá a start menüből, biztos, ami biztos, E-A-C, és itt van, elindul, és elindul, ops, semmi nem történt. Általában az ilyen programok beállítástól függően vagy az egér alatt jelennek meg, ott nyílnak meg, vagy az egyes monitoron, tehát a fő monitoron oda középre bevágják. Hát bizony nagyon kényelmes volt. Miért? Mert a hármas asztalamon jelenik meg, és ő most éppen dolgozik, feldolgozza azokat a dolgokat, aminek neki ki van adva a parancsnak, tehát az alapértelmezett könyvtárat végig szkenneli, és megnézi az ID3-as tegeket, hogyan vannak beállítva, és azzal fogok tudni esetleg a későbbiek folyamán dolgozni. Ez lényegtelen, hogy mi, de oda tettem el, mert nem most kell, és nem azonnal kell számomra ez a dolog. Azaz szépen be tudod állítani, és hát láttátok, nem ikonként jelent meg, nem pici kis képecskeként jelent meg, hanem maximalizáltuk a monitor méretére. Azaz, van egy listád, ha rám hallgattál, hogy mit és hogyan tudsz beállítani. Tehát egy kis sugó, ez a beállítás, és akkor szépen jó fiúként, odafigyelve, iszonyatosan odafigyelve, szépen beírogatod. Hogy gyorsan haladj és hamar kiderüljön az, hogyha valamit elrontottál, érdemes azt tenni, hogy megcsinálsz egy blokkot, tehát elkészül, hogy mi, hol, hogyan jelenjen meg, akkor újraindítod a Open Boxot. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy kilépsz és visszalépsz a rendszerbe, mert az nagyon amatőr megoldás. Az Open Boxnak, már beszéltünk róla, vannak ilyen belső parancsai,
például az, hogy restart, exit, rekonfigurálás, meg egyéb. Ezt megbeszéltük, hol tudsz utána nézni, vagy 3-4-5 tucat ilyen parancsot ismer. Azaz, én azt tettem, hogy a gyors billentyűk között a Windows billentyű és a fölfele nyilacska, ami itt van a kezem ügyébe, tehát kényelmesen rá tudok csapni, újra konfigurálja a Openboxot, ezt a parancsot indítja át, illetve a lefele nyilacska pedig avval a parancsal él, hogy restart, azaz újraindítja az Openboxot, ahogy előbb láttátok, beolvassa az összes konfigurációs fájlt, és élővé teszi ezt a beállításodat az RCX-emmel, és utána már ellenőrizni tudod, mert ha valamit rosszul írtál be, akkor ki fogja írni, hogy hát itt bizony az XYZ sorba valami bibi van, és akkor légy szíves megnézni. Nem azt fogja kiírni neked, hogy te az adott programot rosszul állítottad be, hogy azt nem oda kéne, hanem ő a saját szintaktikáját, a lezárásokat, ezeket a kacsacsörper dolgokat fogja ellenőrizni, ha problémát talál, ki fogja jelezni. Természetesen restart előtt egy mentést csinálunk a RCXML-ből, hiszen azt tudja beolvasni, ami le van mentve. Hát gyakorlatilag én ennyit szántam a mai napra. Két dolgot beszéltünk meg. Első dolog természetesen az volt, hogy hogyan tudod eltüntetni esetlegesen akár a Tint 2, akár a Konki, vagy akármelyik program, aminek neked egy másfajta beállítása kell, a pikom alatt mondjuk az árnyékolást, ez egy nagyon-nagyon kellemes megoldás. A másik gondolat pedig az volt, hogy egy program indításának a pontos helyét és annak módját szépen be tudod állítani, bár ez eléggé sok és odafigyelős munka, azaz, hogyha van 15-20-30 programod, amit te úgy általában használsz, és szeretnéd szépen indítatni, hogy ott azon a monitoron olyan méretben, vagy azon a asztalon jelenjen meg, ami számodra fontos, akkor azért át kell gondolni, hogy mit, hogyan te egy sablon után kényelmesen el tudod készíteni. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!